Kevés olyan vers van Saul leveleiben, amely nem okoz problémát az embereknek. Fejezetekről vagy könyvekről nem is beszélve. Azonban talán egyik sem annyira ellentmondásos, mint a Galatákhoz írt levele. Ezért ebben a sorozatban ezt fogjuk megvizsgálni. És meg fogjuk nézni versről versre, hogy mi is az, amit valójában Saul mondani szeretett volna, illetve mondott, és hogyan is kellene értelmezni az ő szavait. Galaták az 5. fejezet pedig így kezdődik. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Mássiák megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Saul soha nem a Toráról beszél, illetve annak az igájáról beszél. Saul mindig arról beszél, hogy a bűn az, ami szolgává tesz minket. Ez az egyik. A Tora mutatja meg, hogy ki a bűnös és ki nem. A Tora soha nem kérdőjeleződött meg senki által. Apostolok, proféták, a Mássiák által. Mindenki tudta, hogy a Tora az alapja az egész szövetségnek. Itt arról beszél, hogy szabadságban vagytok, ne kötelezzétek meg ismét magatokat a szolgaságnak igájával azzal, hogy visszamentek és elkezditek hit nélkül gépiesen csinálni a Torát a farizeusok rendszere szerint, akik akkor működtek. Természetesen ez érthető a mi életünkben és a mi korszakunkban is, de meg kell látnunk azt, hogy ez egy levél volt egy specifikus korszakban és specifikus problémának a megoldására. Az pedig az volt, hogy a farizeusok visszatértek a csoportba, és próbálták az újonnan megtérteket, akik az úton haladtak, a Nazarénus úton, visszaterelni a farizeus útra. Meglátjuk azt is, hogy a Tora, az soha nem volt rabság. Tehelim, Zsoltárok 119.44-45 így szól. Megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. Tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. Az a szabadságban él, hiszen a törvényt megtartja mindig, mindörökké, és az ő határozatait keresi. Ez jelenti a szabadságot. Ugyanerről fog beszélni Saul is, úgyhogy azt javaslom, hogy minden verset, amit itt hallotok, valahogy jegyzeteitek ki, olvassátok el újra és újra, próbáljátok meg értelmezni a Ruach HaKodesh vezetésével. Meg fogjátok látni, hogy ugyanarról beszél mindenki az egész könyv során. Nézzük meg, mit mond a Mássiák. Ez Lukász vagy Lukács 4-es fejezet 17-19-ig. És adaték néki Jesiahu vagy Ézsaiás prófét a könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez vala írva. Jahuának lelke én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek a jó hírt hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, szabadon bocsássam a lesújtottakat. A másiaknak ez volt a szerepe, hogy szabadon bocsássa az embereket. Hogyan? Úgy, hogy megmutassa nekik, hogy hogyan kell teljes lélekből, teljes erőből, teljes szívéből a Tora szerint élni valakinek. Hogyha a Ruach vezeti az embert, akkor hogyan él a Tora szerint. És nem úgy, ahogyan próbálták azt az izraeliták végig a kezdetektől fogva csinálni, mert muszáj, mert ez a szövetség része, nekünk így kell élnünk. Nem baj, hozok egy állatot, feláldozom, utána holnap megint megcsinálom újra és újra. Ezért jött el, hogy szabadulást hirdessen, a bűn alól szabadulást, a halál alól szabadulást. Azt, hogy nem értették meg, hogy hogyan kell ebben járni. Aki nem érti meg, aki nem teljes erejéből, teljes szívéből, teljes lelkéből járja, az nem fog eljutni oda. Ez alól a rabság alól jelent ő szabadulást. Nem a Tora nem volt rabság. Erről beszél Zsoltárokban, ez tágas teret ad az embernek, ha a törvényei szerint él. Nem erről beszél Saul. Saul arról beszél, amiről itt a Mássiák, hogy kiszabadítja őket majd ebből a tudatlanságból.
Ezért mondja, hogy ne kötelezzétek meg ismét magatokat. Miért? Mert ugye beszivárogtak azok az elemek Galatákhoz második fejezetben, arról beszélt, hogy újra csábítják őket vissza a régi útra. Ne menjetek oda-vissza, hanem járjatok tovább ezen az úton, mert ez a szabadság útja. Nézzük meg, hogy Jakób vagy Jakab az egyes fejezetben mit ír a szabadságról. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Ki az, aki mi az ige elsősorban? Ugye ez kiderül Lukács 24-es fejezet 44-es versből, a proféták, a Tora, azaz a parancsolatok, illetve a zsoltárok, az ige. Ez Jahuva szava, az atya szava. Ennek legyetek a megtartói. Ne csak hallgassátok, mondogassátok, hogy ó, én hiszek, nekem ez a mindenem, nekem ez az életem, én imádom, hanem úgy is éljetek, mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, azaz tudja, de nem úgy cselekszik, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki a tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázolatát, mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. A Tora, mint egy tükör, megmutatja az embernek, hogy hogyan él, és hogyan kellene élnie. Mint egy tükör megmutatja az embernek a hibáit. Ilyen így működik a Tora. Aki olvassa, az rájön, hogy én ezt teszem, meg azt teszem ahhoz képest, hogy ő ezt akar. Én így öltözök, úgy öltözök. Én ilyen ünnepeket tartok, olyan ünnepeket tartok. Ő meg ezt akarja, meg azt szeretné, meg ez az ő útja, meg ő ezt tartja helyesnek. Megmutatja a különbséget, mi pedig nem csak hallgatók vagyunk, hanem megtartók, ezért alakítjuk az életünket annak megfelelően, ahogyan azt olvasjuk. Miért? Mert a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem bennünk munkálkodik, a szeretet által szeretjük az Atyát és embertársainkat, és ez megnyilvánul az életünkben, mint hit. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Aki azonban elolvassa, azaz belenéz, és megmarad amellett, azaz úgy is fog élni, az nem egy feledékeny hallgató, mint amiről beszélt az előbb, aki megcsalja magát, hanem ő majd cselekedni is úgy fog, és az lesz az, aki a végén boldogul, vagy boldoggá lesz, vagy üdvözül a cselekedetei miatt. Azonban ez a szabadság tökéletes törvénye által jön el. Erről beszél itt Saul. Erről a szabadságról beszél. Hogy az ember abban a törvényben jár, a ruach vezetésével, a szeretet és a hit által. És ez az, ami az üdvösséghez vezet. Nem össze-vissza csinál mindent, amit hall, meg amit ő képzel, hanem olvassa, és úgy is él. Jakab a második fejezet 11-es és 13-as versben így ír. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, 10 parancsolat, ezt is mondotta, ne ölj, 10 parancsolat. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Azaz, ha az egyik parancsolatot megszeged, teljesen mindegy, melyik az, te is kiválaszthatod, az egyház is kiválaszthatja, hogy szerinted melyiket nem kell, vagy szerintük melyiket nem kell, így is, úgy is törvényszegő leszel. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, azaz úgy beszélj, és úgy is élj, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Ezek szerint a szabadság törvénye meg is ítéli az embert. Szóval úgy élj, és úgy beszélj, hogy ez a szabadság törvénye fog megítélni. Ugyanaz a szabadság, melyről Saul beszél itt a Galatákhoz 5-ös fejezet első versében. Ez az a törvény, ami még meg is ítéli az embert. Miért? Mert ez a Tora, a Tora maga a szabadság törvénye. Aki abban él, az szabad. Aki azon kívül megy, az a törvény alá kerül. Mert az ítélet, melyet ez a szabadság törvénye hoz, irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Aki nem bocsát meg, aki nem irgalmas, aki nem türelmes, az nem
fog eljutni oda, hiszen az nem érti az egészet. Abban nincsen szeretet. Ez volt a probléma a farizeusokkal. Hogy ők, nekik megvolt a törvény, ők a betű szerint éltek, elítéltek mindenki más, csak magukat nem. Mikor ők megszegték azt, mikor hozzáadták a saját törvényeiket, mikor úgy alakították, ahogy az nekik megfelelő volt. Ez volt a probléma. Erre hívja fel a figyelmet Saul, hogy nehogy visszamenjetek oda, ahonnan most már kijöttetek, hogy megértettétek ezt, ahogyan más siák tanított, ne menjetek vissza és újra elkötelezzétek magatokat. Első Kefa Péter második fejezet 15-17. Mert úgy van Elohim akaratja, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Jehova azt akarja, hogy jót cselekedvén, mi a jó cselekedet, a Tora szerint élet, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Azaz az, mikor az emberek azt mondják, hogy ez már ó, elavult, ez már, ez átok, ez rabság, ezt eltörölte, ezt megváltoztatta, kegyelem alatt vagyunk. Ezek a balgatag emberek, a tudatlan balgatag emberek, ezeket elnémítjük azzal, hogy mi úgy élünk, és ezáltal utat mutatunk nekik. És elnémítják ezeket az embereket a cselekedetükkel, azok, akik az úton járnak. Erről beszél Kefa, mint szabadok, ugye ő is szabadságról beszél, és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, mint a keresztény egyháznál például, hanem mint Elohimnek szolgái. Nem mint akiknél a gonoszság palástja a szabadság. Sajnálom, hogy mindig újra és újra ide lyukadunk ki. Nem azt mondom, hogy minden keresztény ilyen, én azt mondom, hogy a keresztény egyház és a katolikus így lett kitalálva. Ezek azok, akikről beszél. Ez a szabadság, hogy nincs azonnali ítélet, az, hogy nincs azonnali kövezés, az, hogy az ember járhatja az utat, hibákat elkövetve, és jóvá teheti azt, és megtérhet újra és újra. Ez az a szabadság, amit ezek az egyházak a gonoszság palástjának használnak fel. Azért, mert lehetővé teszik az embereknek, hogy azt mondják, hogy ez rabság a törvény, el van törölve, így gonoszságot cselekedhetnek, mi a gonoszság? Jehezikiel 18:20-21 elmondja. És ha a gonosztevő, kiről van szó, a gonosztevőről megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, törvény szerint igazságot cselekszik, élvén élve meg ne halljon. A gonosztevő az, aki nem tartja meg a parancsolatot, és nem a törvény szerint él, és nem igazságot cselekszik. Ennek meg kell térnie. Ezt palástolják el a szabadság által. Azzal, hogy azokat mondogatják, amit mondogatnak, hogy kegyelem alatt vagyunk, azt csinálsz, amit akarsz, ezzel elfedezi a bűnt, amelyben élnek. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek egymást, szeresd fel a barátodat, mint te magadat, 3 Mózes 19:18, Elohimet féljétek, 5 Mózes 6:4-6, a királyt tiszteljétek, ugye Jahusa azt mondta, hogy add a Cézárnak, ami a Cézáré, és Elohimnek, ami Elohimé. Ugyanezt foglalja össze újra, így élj a törvények szerint. Azt mondja Kefa, hogy úgy van Elohim akaratja, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Mi Elohim akaratja? Hogyha ezt nem tudjuk, akkor nagyon nehéz ez az szerint cselekedni. De tudjuk, hiszen Tehelim 40-es, az a Zsoltárok 49-es így szól, hogy teljesítsem a te akaratodat. Mi az ő akarata? Ez kedvelem én hatalmaságom, a te törvényed, keblem közepette van. Ez Jahua akarata, hogy a törvényünk az ő keble közepette legyen. Ha már az akaratánál tartunk, Matiahu 7-es fejezet 21-24-ig így ír erről. Nem minden, azaz nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Adonai, Adonai, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az megy be, aki cselekszi az atya akaratát. Mi az ő akarata, hogy a törvényed a keblem közepette legyen? Ez az akarat. Sokan mondják majd nékem a manapon, Adonai, Adonai, nem a te nevedben profétáltunk ki, azaz ismerik a neve. És nem a te nevedben űztünk ki ördöget, még az ördögűzése is képesek.
és nem cselekedtünk, és sok hatalmas dolgot. Nem kísértük át az öreg nénit az úton. Nem adtunk a szegényeknek, nem gyűjtöttünk, nem kopogtattunk ajtóról ajtóra. Mindezt megcsináltuk. Engedj be minket a mennyek országába. Mit fog mondani? És akkor vallást teszek majd nékik. Soha sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem gonosztevők. Ki a gonosztevő? Jehézikael 18-20-21, aki nem a törvények szerint él. Mit mond nekik? Az, hogy sosem ismertelek titeket. Akkor ezek szerint van egy módja, hogy megismerjük őt. Azon kívül, hogy ez le van írva a könyvbe, hogy a könyv erről szól, maga az Ószövetség, az ige, az írás, erről szól, hogy hogyan kell megismerni. Egy Jehukanon második fejezet leírja. Fiacskáim, ezeket azért írom, hogy ne vétkezzetek. Miért? Hogy ne vétkezzetek. Akkor ezek szerint még az Új Szövetségben is van bűn. És ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál az igaz Jehusa Hamásiák. Azaz, ő az, aki közben jár az atyánál. Ha vétkezünk, akkor az atya törvényeiről van szó. Hiszen Jehusa elmondta számtalanszor, ő nem szól semmit magától, hanem amit az atyától hallott, ő annak az üzenetét közvetíti, aki őt elküldte, a Ruach HaKodesh majd eszünkbe juttatja mindent, amit ő mondott, azért, mert a Ruach HaKodesh az atyától jön, elmondta százszor, hogy ő nem hozott semmi újat, ugyanazt, amit az atya. Ne vétkezzünk. Nézzük, hogy folytatja. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, nem csak a miénkért, hanem az egész világért. Ő az az áldozat, Jehusa HaMásiák. Ezért mondja, hogy a hitből igazul az ember, hiszen aki hisz, az lesz az, aki elfogadja ezt az áldozatot, és úgy fog élni utána. Az ő bűneért ez az áldozat. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Egyszerű. Amikor azt mondja, hogy azt fogom mondani majd, hogy sosem ismertelek titeket, azért, mert nem tartod meg az ő parancsolatait. Azért nem ismer. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, az hazug, és nincsen abban igazság. Mi az igazság? Jahua szava. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Elohim vagy Jahua szeretete. Mert a szeretet a parancsolatok megtartása. Aki úgy él a Tóra szerint, az az, aki betölti azt a funkciót, amit nekünk szánt. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ő járt. Aki azt mondja, hogy Jahúsa követője, hogy Jézus követője, annak úgy kell járnia, ahogy ő járt. Hogy járt ő? Az ünnepek szerint, az étkezési szabályok szerint, úgy járt, úgy öltözött, úgy beszélt, a sabátnapok szerint, ő mindent betartott. Akkor hogy lehet az, hogy mi semmit nem tartunk meg, és azt mondjuk, hogy ő benne vagyunk, mikor azt írja itt, hogy úgy kell járnunk, ahogy ő járt. Ez a szabadság. Második Galatákhoz 5. Én Saul mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek, Másiák néktek semmit sem használ, bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Másiáktól, akik a törvény által akartok megigazolni. Így a kegyelemből kiestetek. Az a helyzet, hogy ő nem azt mondja, hogy nincs törvény, ő azt mondja, hogy a megigazulás nem a törvényből jön. Az ember igazzá válik azáltal, hogy hisz, a Ruach HaKodesht megkapja, és az pedig vezeti a törvény szerint. Előbb jön a hit, aztán a törvény. Amit ők akartak csinálni, az az, hogy GPS-en követik a törvényeket, és ettől várják azt, hogy oda kerülnek Elohim királyságába. Ez volt a probléma már évezredekkel ezelőtt is, hogy nem voltak hajlandók teljes szívükből csinálni a törvényeket. Saul nem azt mondja, hogy nincs körülmetélkedés, vagy hogy nincs törvények. Azt mondja, hogy nem így kell, ahogy ők akarják, ahova ők visszatértek. A hit a fontosabb, és az, hogy a Ruach vezesse az embert, hogy az ember akarja majd csinálni azt, amit Jahua mondott. Ezt is írja az ötösben, mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mi a hitből fogunk megigazulni.
és utána fogunk járni a Tora szerint. Nem követjük majd a farizeusok törvényeit, az állatáldozatokat, meg gépiesen a Torát, és akkor végig, mert megint, akkor ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom. Mint ahogy ma tulajdonképpen a keresztények, meg az összes többi ember. Ó, a törvény, azt nem lehet. Az egy átok, az egy rabság. Ó, törvény. Ez erről beszél? A lélek általi ember akarja csinálni a törvényt. Mert azt tudja, hogy a mindenható abban gyönyörködik. Az örökkévaló abban gyönyörködik, aki azt csinálja. Mi ebben hiszünk, megkapjuk a Ruach HaKodesh segítségét, és így fogunk haladni tovább az igazság reménységében. Az igazság pedig az ő szava. Hatos. Mert Mássiáke húsában sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Nem azt mondja, hogy nincs körülmetélés, hogy eltörlöm, vagy hogy nem érvényes a Tora. Azt mondja, hogy nem erről van szó. Ha valakiben nincs hit, akkor azt csinálhatja reggeltől estig az összes törvényt, meg hozzáadhatja a sajátjait. Vigyázz, állásba alhat, akkor sem fogod eljutni, hiszen nincsen meg benne a hit. Ha nincs hit benne, akkor nincsen benne szeretet, és ha nincs benne szeretet, a Ruach nem fogja őt vezetni. Erről beszél Saul, nem arról, hogy ő eltörölt most már mindent, amit Yahuwah, az örökkévaló azt mondta, hogy ez örökké így lesz, mert ez az ő szava. Hetes, jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ki az, aki eltérített az útról, a keskeny útról, amelyen haladtatok? Akkor ezek szerint volt egy út, amelyen ők haladtak, valaki meggátolta őket, és már nem engedelmeskednek az igazságnak. Ezek szerint az igazságnak engedelmeskedni kell. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Nem Yahuwah, az atya az, aki megtéveszt benneteket, hanem azok, akik beszivárogtak ide. Akikről beszélt Galatákhoz második fejezetben, akik megérkeztek, hogy visszatérítsék az embereket az áldozatokhoz, a farizeusok útjára, és a gépies Tora követés. A probléma nem a Torával van. A hit és a hitetlenség van szembeállítva. Arról beszél, hogy ki az, aki eltérített benneteket. Kefa második levelében, Péter a második fejezetben elmagyarázza ezt. Ezek víztelen kútfők. Széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Ezek az emberek nem értik, hogy miről van szó. Az életvize az maga a Mássiák. Elohim Yahuwah szava az életvize. Ezekből a kútfőkből nem jön semmi, ami az életre vezetné az embert. Értelmetlen dolgok jönnek. Körülbelül úgy, és elnézést ismét, mint a mai kereszténység. Ebből nem jön élet. Aki a Tora ellen beszél, az nem az élet mellett beszél. Széltől hányatott fellegek. A széltől hányatott fellegből nem jön eső, ami aztán életet hoz a földre. Ezeknek az embereknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Ők ebben fognak bolyongani, ebben a tudatlanságban fogják leélni az életüket, utána meg ráadásul még a kárhozatra jutnak, mert nem jártak az igazságban. Honnan tudjuk, hogy a széltől hányatott felleg és ezek az emberek azok, akik a Tora ellen beszélnek, onnan, hogy Jesiahu, Ézsaiás 55-ös fejezet 10-11-ig leírja. Mert mint leszáll az eső, és a hó az égből, Samaimból, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, mi az eső, ami a fellegekből kijön, és magot ad a magvetőnek, mi a mag, a szó, ami aztán elveti, ugye a Mássiák volt a szó maga, ő volt a mag, elvetette a világban, és mi vagyunk azok, akikből ez majd gyümölcsöt terem. És kenyeret az éhezőnek. Mi a kenyér? Az ő szava. Az eső, a hó, a kenyér, a mag, a gyümölcs, mind-mind az ő szavát jelenti. Ez az, ami életet ad, különböző formákban próbálja bemutatni nekünk. Ezekből az emberekből semmi ilyesmi nem jön. Ezek azt mondják, hogy ez halál. Az ő szava. Így lesz az én beszédem, mely a számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Az ő szaváról van szó. Mi az ő szava? Tora, zsoltárok és a proféták. Ez az ő szava. Azaz az instrukciói. A Tora. Erről beszélünk. Ezért mondja azt, hogy ezekből semmi ilyesmi nem jön. Aki ez ellen beszél, az mind-mind a sötétségben fog bolyongani. Mint ahogy bolyongnak az emberek ma. Nézzük, mit mond még itt második kefa. Másik fejezet. Mert hiába valóság kevés szólván,
testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévegésben élőktől. Megint csak vissza kell utalnom a kereszténységre sajnos. Vissza rángatják. Megjelennek ott a gyülekezetekben vagy az egyházakban azok az emberek, akiket Jahova hív, akik érzik azt, hogy meg kell keresni, hogy jó, vissza kell térnem, ez az út. Azok az emberek, akik ott vannak, azok általában keresik az igazságot egy pontban az életükben biztos. Ezek azok, akik elszakadtak a tévegésben élőktől, a világtól ezek az emberek megpróbálnak elszakadni. Azonban belekeverednek ebbe a gyülekezetbe, ahol a tudatlanok a sötétség homályában, a test kívánságával, a bujálkodással, a kevésséggel megtévesztik őket. Ezek azok, akik elhitetik őket. Ezek azok, akik elhitetik. Persze itt most, ebben az irányban, akkor pedig pont a másik irányban, a GPS törvénykövetés irányába térítették el. Ma pontosan az ellenkező irányba. Nem azt mondom, hogy ezekben az egyházakban bujálkodás zajlik, azt mondom, hogy azáltal, hogy nem hajlandók elfogadni a Torát, mint instrukciókat és mint törvényt, az élet vezérlő elvét, azért, mert nekik egyszerűbb úgy élni, hogy ó, szabadság, mi már kegyelem alatt vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, majd úgy is megment, meg ő már megfizette, meg megcsinálta, meg Jézus Urunk. Ez mind erről beszél. Akik még eljutnának odáig, még azokat is visszataszítják abba a sötétségbe, amiben ők vannak. Szabadságot ígérvén, ő számukra mi a szabadság? Az, hogy mindent tehetsz, amit akarsz, azt csinálsz. Ő megfizette. Ezt a szabadságot ígéri. Holott ők maguk a romlottság szolgái. Mi a romlottság? A törvény ellen való cselekedet. Szabadságot ígérnek, hogy majd azt csinálsz, amit akarsz, meg kegyelem alatt vagy. Közben meg ez a romlottság szolgálata. Mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett. Ha valaki bűnt követel, azt a bűn legyőzte, és ő a bűn szolgája. Ezért mondja azt Saul, hogy mi szabadságban lennénk, bűn nélkül, anélkül, hogy a hitetlenségben követnénk a Tórát, az instrukciókat, azáltal, hogy hiszünk, és úgy követjük, szabadságban élnénk, ti meg most mentek visszafelé, ezekhez a tudatlanokhoz, azáltal, hogy hagyjátok magatokat megtéveszteni. Azok, akik szabadságot ígérnek, hogy ez a mi, ez az út, ez a szabadság, így kell csinálni, ezekről beszél. Így folytatja Kefa, mert ha Adonájnak, a megtartója Hussach másiáknak megismerése által, azaz ha megismerjük, a világ fertelmeit elkerüljük. Ha megismerjük őt, akkor megtartjuk az ő parancsolatait. Erről már volt szó korábban. Az ismeri, aki a parancsolatait megtartja. Ha valaki nem tartja meg a parancsolat, az nem ismerte meg. Ha valaki viszont megismerte, az megtartja, és úgy kerüli el a világ fertelmeit. Erről beszél. De ezekbe ismét belekeveredbe legyőzetnek, mert ugye újra visszamegy oda. Jó van, akkor csak kegyelem alatt vagyok, csak nem kell csinálni. Viszont a régi időkben az volt, hogy jó, akkor visszamegyek a farizeusokhoz. Ők tudják jobban, csak van áldozat. Ők nem hisznek a messiákban. Így vagy úgy, hagyták magukat eltéríteni, és visszakeverednek. Az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél. Az, ahogyan viselkednek, az már gonoszabb, mint az első, hiszen már tudják az igazsági részét, ennek ellenére nem csinálják. Ez az, amiről beszél Kefa, és ez az, amiről beszél Saul szintén. Mész visszafele oda, ahonnan már eljöttél. Tudtad, hogy hogy kell, ennek ellenére visszamentél. Figyelmezteti őket, hogy ne hallgassanak ezekre az emberekre, hanem járjanak ugyanúgy a lélek szerint, a ruach vezetésével. Kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Mire utal? A bűnre. A kovász a bűnnek a jelképe. Azt reprezentálja. Hiszen egy kicsi kovász, ha beleteszünk a tésztába, akkor utána meg kell az egész tészta. Teljesen mindegy, akármit is csinálunk. Ugyanígy a bűn is. Ha valamennyi bűnt az ember beenged az életébe, onnantól kezdve már a gonosz tud rajta dolgozni. Ez a probléma, hogy az ember saját maga engedi be ezt az életébe, erre figyelmeztet Saul. Ezért fontos, hogy megértsük azt. Például a kovásztalan kenyér ünnepe. Erre figyelmeztet. Számára ez egy fontos dolog, nem véletlenül találta ki ezt az ünnepet. Az ember kitisztítja a kovászt a házából mindenhonnan, és nem eszik kovászos kenyeret, ami ugye a bűnt reprezentálja, egy hétig, azért,
hogy ez eszébe juttassa, hogy az életéből ugyanígy kitakarítsa a gonoszt, az alatt az egy hét alatt, erre koncentrálja, hogy hogyan tud megszabadulni és bűn nélkül élni az alatt az egy hét alatt. Ez tanít számunkra valamit. Persze ez a felszínes üzenete. Ezen kívül még van számos más dolog, amire tanít a kovásztalan kenyér, de ha valaki értené ezt, akkor az nem magyarázná azt, hogy ezt nekünk már nem kell csinálni, ez ó, ezt eltörölte, betöltötte, ez rabság, ez átok. Hanem akkor szépen megpróbálnám megérteni, hogy miért akarja, és úgy is csinálná. Ugye ez a kovász, ez a hitetés, ez a bűn, ez nem Jahuától van. Jahua nem kísérti meg az embert. Jakob 1-es fejezet 13-14 így szól. Senki sem mondja, mikor kísértetik. Jahuától vagy Elohimtől kísértetem. Mert Jahua vagy Elohim gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azaz, amikor az ember a gondolataival teret ad azoknak a dolgoknak, melyek az ő gyengéi. Kinek ez, kinek az? Általában a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Ez a három dolog, a büszkeség. Ez a három dolog, ami eltéríti az embert. Mikor az ember elkezd ennek teret adni, akkor érkezik a kísértés, hiszen a ruach nem fog olyan templomban lakozni, ami közben bűnre gondol. Ez az, ahonnan a kísértés érkezik. Az emberből, vagy egy másik embertől érkezik. Második kefa, második fejezet, 9-es vers, így szól. Meg tudja szabadítani Jahua a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése fenntartani. Jahua az, aki megszabadítja azokat, akik az igazság útján akarnak járni. Ő nem bele taszítja őket, hanem ő kiszabadítja őket onnan. A gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése fenntartja. Kik a gonoszok? Ezikiel 18:20-21, akik nem a törvények szerint élnek. Beengedték a bűnt, hagyták magukat elhitetni, és nem engedelmeskedtek az igazságnak. Ez volt a probléma velük. Megengedték, hogy ezek a hamis proféták, ugyanúgy, ahogy ma is, eltereljék őket. Második kefa, második fejezet, első, második vers így szól. Valának pedig hamis proféták is a nép között. Amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és Jahuát, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Ki lehet a hamis proféta? Vagy ki lehet a hamis tanító? Az lehetséges, hogy az, ki az, aki a veszedelmes eretnekséget fog becsempészni? Az lehet egyáltalán valakinek felmerül a gondolataiban, hogy eretnekség lehet a Tora, az instrukciók szerint való élet eretnekség lehet? Hát akkor nem annak az ellentétje kell, hogy legyen a hamis proféta meg a hamis tanító? Mindenki, aki a Tora, az instrukciók ellen beszél, hogy ez ó, ez már eltörölte, ezt nem kell csinálni, ez rabság, ez átok, az mind hamis proféta és hamis tanító. Így egyszerűen felfedezhetjük, hogy a keresztény egyház és annak a hirdetői azok, akikről Péter itt beszél. Most, abban az időben pedig azok voltak azok, akik a farizeusi útra szerették volna visszatéríteni őket. Akik azt mondták, hogy Jahusa az egy hamis tanító volt, hogy az áldozatok, hogy a törvény így, hogy a törvény úgy, ezekről beszél. Nem a Torával van a probléma, hanem a megközelítéssel. Manapság persze a másik oldala a probléma, az, hogy a szabadságot félreértelmezve bűnben élnek az emberek. Ez a veszedelmes eretnekség. A kereszténység a hamis tanítás, és ők a hamis proféták. Nem azt mondom, hogy az emberek gonoszak vagy rosszak. Én azt mondom, amit Saul is mondott. Az pedig az, hogy ez a hitetés nem Jahuától jön, aki titeket hív, hanem ti adtatok teret neki, ahogyan az előbb azt elmagyarázta. Azzal, hogy hagytátok, hogy édesgessenek a vágyaitok és a test. Ez a probléma. Ezek a hamis tanítók. És sokan fogják követni azoknak romlottságát. Ki az, aki a Tora szerint
akar élni manapság? Olyan sokan lennének? Ha valaki körülnéz az életében, azt mondja, hogy hú, milyen sokan követik azt a romlott utat, ahol a Torát kell követni. Vagy akik az instrukciók szerint akarnak élni. Olyan sokan vannak, nem arról beszél. Arról beszél, aki nem úgy él. Azok vannak sokan. Erről beszél is? Sokan. Azok a sokan, akik a széles úton mennek a tágas kapu felé. Azok vannak sokan. Nem a keskeny úton közlekedők. Azok vannak sokan, akik nem a Tóra szerint akarnak élni. De erről beszél itt majd Kefa. Akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Az igazság útja káromoltatni fog. Mi az igazság útja? Ezek az emberek, akik a hamis profétákat követik, a hamis tanítókat követik, akik veszedelmes eretnekségeket követnek, akik megtagadják Jahuát, akik veszedelemben vannak, akik sokan vannak, és romlott életet élnek, ezek káromolják az igazság útját. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Ezek közül a vezetők azok, akiket ma keresztényeknek hívunk. Miért? Mi az igazság útja? Tehelim, Zsoltárok 119.30.34 így szól. Az igazság útját választottam. Azaz az igazságról lesz szó. Arról az igazságról, amit ezek az emberek káromol. A te ítéleteid forognak előttem. Akkor az ítélet része az igazság útjára. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz. Akkor ezek szerint a bizonyság is az igazság útja. A te parancsolataidnak útján járok. Akkor az ő parancsolata is az igazság útja. Taníts meg, Jahua, a te rendeléseidnek útjára. Az ő rendelései is hozzátartoznak az úthoz. Hogy megőrizzem, oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet. A törvénye is hozzátartozik az igazság útjához. És megtartsam azt teljes szívemből. Ez az igazság útja. Az ítéletei, bizonságai, parancsolatai, rendelései, törvényei teljes szívéből megtartva. Sőt, ahogy azt olvashattuk korábban, ez az ő akarata is, hogy ez legyen a mi szívünkben. Ez az ő akarata. A te törvényeid a keblem közepette. Ezekről is Saul itt. Erről beszél. Ne hagyd el a hitet, ne menj vissza fel a farizeusi útra, és ne élj úgy, mint ahogy eddig éltél. Hogy ezek az emberek pogányként éltek eddig? Ez remélem világos. Azok, akiket Saul beszél, már eddig is pogányként éltek. A pogány azt jelenti Tora nélküli. Eddig is pogányként éltek úgy, mint a népek, mint a gaz, vagy mint az állatok. Ide se menjetek, meg a GPS követéshez se menjetek. Hogyan éljetek? A lélek által vezetve. Szeretet által munkálkodó hit segítségével. Ez az, amit mond neki. Tízes. Bizalmam van Jahuában ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek, de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. Azt mondja, hogy imádkozik értük Jahuához, hogy ne értsék ezt félre más értelemben, hogy ne távolodjanak el ettől az úttól. De aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. Aki azonban mást mond és megzavar, arra ítélet vár, és annak felelnie kell. Aki elterel benneteket a farizeusi útra, vagy aki ráterel benneteket vissza a pogány útra, mint a kereszténység, az is ezt az ítéletet fogja kapni. Én pedig, atyám fiai, ha még a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya. Értsétek meg, hogy én a körülmetélést hirdetem. Erről beszél itt. Én azt hirdetem. Miért üldöztök mégis? Hiszen ha azt hirdetem, akkor a karó, vagy az úgynevezett kereszt botránya nem érvényes már. Nem értették meg a farizeusok se, ugyanúgy, ahogy a népek nagy része sem. Egyébként, akit érdekel, annak megmutatom, hogy az Orthodox Jewish Bible, azaz az Orthodox Zsidó vagy Yahudim Biblia, hogyan írja ugyanezt, ami Galatáknál olvastunk az előbb. But if I preach to Goyim, the bris milah achim Mashiach, amennyiben én a népeknek, vagy a pogányoknak Mashiach körülmetélését tanítom,
Why am I still being persecuted? Miért üldöztök mégis? Én a népeknek a másiák körülmetélését tanítom. Az azt jelenti, hogy először a szív lesz körülmetélve, és majd utána tanulja meg az ember a többit. Ti meg azt akarjátok, hogy metélkedjen körül, így egyen, így öltözön, így beszéljen, így éljen a törvények szerint, mint egy robot, mint mi. Ez volt a probléma velük. Saul nem azt mondta, hogy szerinte nem kell a törvények szerint élni. Saul tudta, hogy azért mondta a másiák, hogy úgy, mint egy gyerek, úgy gyertek. Egy gyereknek is idő kell ahhoz, hogy megértse azt, hogy mi az, amit tennie kell. Egy bébi nem tudja, hogy a piros lámpánál nem lehet átmenni. Vagy azt sem tudja, hogy egy kisgyerek nem érti azt, hogy a gáz az még meleg attól, hogy nincs, nem ég a tűz rajta, hogy ne fogja meg. Ő ezeket megtanulja később. Mindennek megvannak a fokozatai. Erről beszél Saul. Én ezt tanítom nekik. Az a lényeg, hogy a szívük legyen körülmetéve. Utána majd meg fogják ők ezt érteni, majd fel fogják fogni, majd úgy fognak élni. Egyelőre itt tartanak. Hagyjátok őket békén, mert csak el fogjátok őket téríteni. Plusz bennetek nincs hit amúgy sem. Kész, the Mishol. Stumbling block of Mashiach at has been abolished. Ugye ebben az esetben a Mashiach, a megváltónak az a buktató köve, az el lett törölve. Ugye azért mondja, hogy a buktató kő a Mashiach, mert rengeteg ember, akkor azok a farizeusok nem hittek benne, ezért számukra egy buktató kő volt. Ma is az az emberek számára, ma viszont a túl nagy szabadság miatt. Ezért van az, hogy keskeny az út, és szűk a kapu, és kevesen találják meg. Így vagy úgy, a másiák a buktatókő. Annak, akik a túlzott szabadságot hirdetik azért, akik a másik végletet hirdetik azért. Azt mondja, hogy ha azt hirdetem, hagyjatok békén, én a körülmetélést hirdetem, akkor mi a problémátok? 12. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik titeket bújtogatnak. Ugye bárcsak kiherélnék magukat, akik állandóan ezzel a körülmetéléssel jönnek. Meg ezekkel a törvényekkel, meg állandóan ezzel a robot dologgal. Nem azt mondja, hogy a torával van a probléma, a hozzáállással van a probléma. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáltak egymásnak. Azt mondja, hogy szabadságra vagytok hivatottak, ami azt jelenti, hogy nincs azonnali ítélet, nincs kövezés. Hitáltal szépen megtanulhatjátok, és szépen megtérhettek, és visszatérhetek. Ez a szabadság. A Tora, a szabadság, ezt már megnéztük. Csak ez a szabadság ne legyen ürügy a testnek. Arra, hogy bűnbe keveredjetek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Erről már volt szó, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez egy idézet 3 Mózes 19.18. Mindig is erről volt szó. Yahuwah mindig is ezt akarta. Egyrészt szeresd fele barátodat, mint magadat, a másik pedig Dabarim, vagy 5 Mózes 6.4.6. Szeresd Yahuwahát, a te hatalmasságod, teljes erődből, teljes lelkedből, teljes szívedből. Ez az első nagy parancsolat. Ezt a kettőt akarta mindig is. A törvény ebben van összefoglalva. Az nem azt jelenti, hogy ez a kettőt kell mondogatni, meg ajtóról ajtóról járni, azt mondani mindenkinek, hogy szeretjük, meg mi szeretjük Istent, meg Jézust. Az a lényeg, mi az, amit ő mondott, hogy kell őt szeretni. Mi az, amit ő mondott, hogy kell a fele barátodat szeretni. Ezt a kettőt, ha megteszed, és a Ruach által a hitből, akkor halleluja. Figyelmeztet arra, hogy ez a szabadság, amiben vagy, ez ne legyen ok arra, hogy bűnt kövess el. Miért? Azért, mert tudja, hogy a bűn büntetése halál. Mindig is a Tora az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Mindig is volt áldozat a bűnért. 3 Mózes, Oikra, 4-es fejezet így kezdődik. Szólja Izrael fiainak, mondaná, ha valaki tévedésből vétkezik, Jahuának valamely parancsolata ellen. Mindig is volt a tévedésből elkövetett bűnért áldozat. Ez nem újdonság, csak annyi a különbség, hogy most már nem állat van, hanem az embernek el kell fogadni a másiák áldozatát. Viszont ha elfogadja, és valóban elfogadja, akkor nem fog többet vétkezni, hiszen a Ruach HaKodes elvezeti őt, hogy ne vétkezzen. Természetesen mindannyian fogunk tudatlanságból, tévedésből bűnt elkövetni. Erre való az ő áldozata, ugyanúgy, ahogy akkor is megvolt a
tévedésből való bűnért az áldozat, ugyanúgy megvan most is. Az Izrael fiainak megvolt, aki tévedésből vétkezik. Mi hogyan cselekszik? Úgy, ahogy nem kellene cselekednie, és a parancsolatok közül valamelyik ellene cselekszik. Ha felkent pap vétkezik a nép romlására, hozzon az ő bűnért, melyet elkövetett, egy túlgott fiatal épmarhát Jahuának bűnázó, stb. Stb. Ha egy pap vétkezett, akkor ez volt a következménye. Mindig is volt valamilyen rendszer arra, hogy hogyan kell a bűnt, bűnért. A bűnnek a büntetése a halál. Valakinek meg kell fizetni a bűnért. Ugyanúgy most is, csak a másiák megfizetett értünk. De a szándékos bűnért nem, ezt meg fogjuk látni. Ugyanúgy, ha az Izrael fiainak egész közönsége megtéved, azaz nem csak a pap, hanem Izrael fiainak közönsége is valamit tesz, valami olyan cselekesznek, Jahuának valamelyik parancsolata ellen, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnösökké lettek. Mikor kitudódik a bűn, melyet elkövettek, akkor így és így kell tenni. Azaz lehet, hogy az Izrael egész közössége megtévedt. Megtévedt, nem szándékosan bűnt követett el, hanem véletlenül követett el valamilyen bűnt. Ha a fejedelem vétkezik és cselekszik valamit Jahuának, az ő hatalmasságának parancsolata ellen, arra is megvan a módszer. Tudatlanságba, ha tudtára esik néki a bűne, amikor megtudja, hogy bűnt követett el, mert tudatlan volt addig, akkor így és így kell, hogy cselekedjen. Sőt, elárulom, ha pedig a föld népe közül vétkezik valaki tévedésből, Jahuának valami parancsolata ellen, akkor annak is megvolt a büntetése, amikor tudtára esik az ő bűne. Nem arról van szó, hogy ő megy, az direkt vétkezik, tudja, hogy ezt kéne enni, meg így kéne élnie, meg öltöznie, meg ünnepelnie, meg stb. Ennek ellenére nem azt csinálja, mert nem kényelmes, vagy mindenki ezt csinálja, vagy ezt mondta a pap, vagy Jézus eltörölte, hanem egyszerűen tudatlan még, és megteszi. Ugyan erről beszél Saul itt is. Direkt, ha vétkezel, az egy másik történet. És ezt leírja Bamidbar 4 Mózes 15-29-31-ig. Leírja, hogy a benszülöttnek, Izrael fiai között, és a jövevénynek, aki közöttök tartozik, egy törvényetek legyen néktek afelől, aki tévedésből cselekszik. Aki tévedésből cselekszik. Nem mindenki, aki tévedésből követel bűnt annak, azonban egy törvénye van. Jó, de ez csak akkor volt, mikor együtt éltek. Mi majd együtt fogunk élni. Mindenki azért törekszik most, hogy majd része legyen annak a királyságnak. Elméletben mi már a királyság részei vagyunk, nem a királyság bennünk van. Ha valaki nem úgy él, abban nincs semmiféle királyság. Annak nem lesz köze ehhez az egészhez. Ha valaki nem is keresi a Torát, akkor azt nem vezeti a ruák. Aki nem keresi, az nincs benne a képbe. Arról nincs itt szó. Aki benne akar lenni a szövetségbe, annak keresnie kell az írásokat, az instrukciókat, hogy hogyan lehet ebben a királyságban élni. Egy törvény mindenkinek. De amely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött, akár jövevény, magyarul szándékosan bűnt követel, egy Jahuát illeti szidalommal. Ez az első. Vágassék ki az ő népe közül. Aki direkt bűnt elkövetett, viszlát. Ugyanúgy, ahogy most is. Ha valaki elkövet valamilyen bűnt, akkor az atya nem fogja azt mondani a végén, hogy ó, figyelj csak, mindegy, azok ott próbálkoztak, az a csoport, egész életükben olvasták a könyvet, próbálták kitalálni, hogy mi az, amit én akarok. Te meg éltél úgy, mint egy bolond, de azért mondogattad annyit, hogy jó van, gyere. Ilyen nem lesz. Azt mondja, hogy az kivágatik az ő népe közül. Miért? Azért, mert Jahuának szavát megvetette. Szidalmazta, megvetette a szavát, az ő parancsolatját megszegte. Még mi kell az embereknek, hogy megértsék, hogy miről beszél? Nincsen olyan, hogy valaki nem az instrukciókat keresi, és azt szerint él, és ő ott lesz. Tudatlanságból az ember elkövetett bűnt már akkor is elkövethetett. Azonban most sem, és akkor sem követhetett el bűnt szándékosan. Hiszen a szidalmazás, megvetés és a parancsolat megszegésének veszi. Azt az ember írtassék ki
az ő hamissága legyen ő rajta. Vissza Galatákhoz 5.15, ez volt a probléma, ezért írta nekik ezt a fejezetet, ha ilyet lehet mondani. Ha pedig egymás marjátok és fajátok, vigyázzatok, hogy egymás fel ne emészszétek. A probléma az volt, hogy eltértek az úttól. Problémák adódtak köztük. El kellett, hogy magyarázza nekik, hogy hogyan kell a lélek szerint élni. Mondom pedig, a lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Akkor ezek szerint van bűn. Kell, hogy legyen bűn, hogyha van testnek a kívánsága. A testnek kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, ez az, ami a bűne vezet. Saul tudja, hogy van bűn. Azt mondja, hogy a lélek szerint jársz, ha valóban a ruach-hakodás vezet, ha nem csak mondogatod, akkor te úgy fogsz járni, és akkor a testnek a kívánságát próbálod majd legyőzni. Persze, hogy mindenki gyenge, és megbotlik néha-néha. Nem erről van szó. Már láttuk, hogy akkor mi a teendő. Szándékosan azonban nem lehet azt mondani, hogy senki nem tudja megtartani, hogy ez átok, ezt eltörölt, ezt Jézus betöltötte, ez rabság. Ilyen nincs. Ez a koncepció nem létezik az írásban. Ez a kereszténység az, ami ezt kitalálta. Úgy, hogy a katolikus egyházat követik. A nagy paráznát. Ez a probléma. Mert a test a lélek ellen törekedik. A lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjék, amiket akartok. Mi az, amiket akartok cselekedni? A lélek vezetése. Az pedig a Tóra. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Miért? Mert akit a ruach-hakodás vezet, az a Tóra szerint fog élni. Annak nem kell aggódni a törvény miatt, azt a szabadság törvényében él. A törvény alatt az van, aki nem a törvény szerint cselekszik. Hiszen aki nem a törvény szerint cselekszik, az büntetést vár. Így ő a törvény alá kerül. Ugyanúgy, ahogy ha vezetünk az úton, 50 a megengedett sebesség, és mi 80-nal megyünk, mi a törvény alatt vagyunk, persze el kell, hogy kapjanak attól, míg mi a törvény alatt vagyunk. Az atyának nem probléma ezt észrevenni, ő nem úgy működik, mint egy trafipax, vagy egy forgalomfigyelő kamera. Ő mindent tud. Ezért mondja, hogy ne is nézz úgy egy nőre, ne is gondolkodj úgy, mert ő tudja azt is. Ezért mondja, hogy ha te a lélek szerint jársz, te nem fogsz úgy élni. Az esetek túlnyomó többsége. Te nem akarsz, te nem tudsz úgy élni. Erről beszéli. Nem vagy a nem azt jelenti, hogy ó, akkor mi az, hogy lélek által vezérelt, hogyha nem az, hogy a törvény szerint él? Honnan tudnám, hogy melyik lélek az, ami vezérel, ha nincsen semmiféle lehetőségem arra, hogy leellenőrizzem? A ruach-hakodás arra vezeti az embert, hogy a törvény szerint éljen. Innen lehet tudni, hogy ez a ruach-hakodás. Van számtalan más lélek, vannak démonok, itt vannak még a bukott angyalok, itt van az ellenség. Ezek mind-mind suttognak az ember fülébe. Honnan tudja az ember, hogy melyik lélek? Onnan, hogy az, amelyik a Tora irányába vezeti, az az, amelyik az atyától jött. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók. Ez az, amire azt mondta, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ő tudja, hogy mindenkinek egyszerűbb lenne a test útját követni. Erről ír Rómaiakhoz 7.14-25-ig. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki az a spirituális. Melyik törvény? A Tora. A Tora az a törvény, ami lelki, vagyis spirituális. De én testi vagyok, bűn alá rekesztve. Mi a bűn? 1 Jehukanon 3-4, a bűn a törvény megszegése, a bűn törvényszegés. Ő a test azonban a bűn alá rekeszti őt. Ne azt csináld, amit akarsz. Nézzük meg, hogyan írja le ezt a harcot. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, a törvény, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Hiszen a lélek az gyűlöli a bűnt, azonban a test a bűnt szeretné csinálni. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, a bűnt, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Akkor pedig tudom, hogy a törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Így egyetértésben vagyok vele, hogy bűnt cselekszem. Így tudom, hogy bűnt cselekszem. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Ha már tudja, akkor onnantól kezdve a bűn az, ami azt cselekszi.
Erről beszél itt is, a test a lélek ellen, a lélek a test ellen. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben. Jó, van egy a lélek, a törvény, van egy a test, a bűn. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Miért? Mert a ruach hakodás nem segíti még. Azaz, ami segít, azaz, ami erőt ad nekünk majd. Az akarat megvan, de még nem találja azt, ami szükséges ahhoz. Még nem azt cselekszi. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, az ember a jót akarja cselekedni, hanem a gonosz. Mi a gonosz? Hezekiah 18:20-21, a törvény megszegése. Melyet nem akarok. Akarata ellenére cselekszi a gonoszt. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. A bűn az, ami urrá lett rajta. Az az, ami szolgává teszi, hogyha bűnt követel. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. A törvény, a Tora megmutatja az embernek azáltal, hogy az ember megismeri, hogy mi az a bűn, amit csinál. Mert gyönyörködöm Elohim törvényében a belső ember szerint. Azaz ő ezt akarja csinálni. Probléma az, hogy de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével. Test a lélek ellen, lélek pedig a test ellen. És engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Azaz van benne egy másik törvény, ez a bűn, ami a kezdetektől fogva megvan az emberben, ami harcol az ember lelke ellen. Ez a belső harcot írja le itt. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Aki bűnt követel, az így is úgy is meghal. Erről beszél Saul is. Mi a bűn a törvény megszegése? Milyen törvény? Elohim törvénye. Leírja, hogy világos legyen, hogy mi az, amiről beszél. Jahua törvénye. A Tora, a parancsolatok, a zsoltárok és a proféták által meghatározott út. Ez az, amiről beszél. Ki az, aki megszabadít engem? Ez a kérdés. Leírja a választ itt. Hálát adok Elohimnek? Adonai Jahusák a másiák által. Azért jól lehet én az elmémmel Elohim törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Jahusák a másiák az, aki megszabadít minket ettől. Mindenki eldöntheti, hogy ő melyik utat választja. Az elméje útját, vagy a testnek az útját. Ha valaki a test útját választja, az bűnben fog élni, és úgy fog ítéletre jutni. Ha valaki az elme, a lélek útját választja, az pedig a törvény szerint fog élni a Ruach HaKodesh vezetésével. Azt mondja, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. A lélektől vezéreltetve éljetek. Nem vagytok a törvény alatt akkor. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvaló. Mit mond Rómaiakhoz 7:5? Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálra. Amikor az ember a testben élt, akkor a bűn, melyet a törvény az, ami bűnné tesz, ezért mondja, hogy a törvény által, hiszen a törvény mutatja meg, hogy amit csinálunk, az bűn. A bűn a törvény által dolgozott bennünk, és halált szült. A törvény mindig is volt, van és lesz. Hiszen ez az, ami megmutatja, hogy melyik úton járunk. Vagy a halál útján, ami a test, vagy pedig az élet útján, ami a lélek. Erről beszél is Saul. Meg itt is, aki a lélek szerint él, az nem fogja elkövetni a test cselekedeteit. Melyek azok? Házasságtörés, parázdaság, tisztátalanság, bujálkodás. Mi a házasságtörés? Honnan derül ki? A Torából. Parázdaság? A Torából. Tisztátalanság? 3 Mózes 11, mik a tisztátalan állatok? Meg lehet nézni a tisztátalanságra vonatkozó szabályokat, akár a nők havi dolga esetén, de számtalan más. Melyik állat, melyik a holttest tisztátalanná tesz, stb. Stb. A körülmetéletlenség, tisztátalanság, bujálkodás, Torába benne van. Ehhez mind ismerni kell a Torát ahhoz, hogy ezt megértsük. Mi az, ami szerinte házasságtörés, nem mi az, ami a pap szerint, vagy az állam szerint házasságtörés, mi az, ami Jahua szerint házasságtörés. Ha ezt valaki nem olvassa a törvényt, nem fogja megtudni. Úgyhogy ezért van az, hogy aki a lélektől vezéreltetett, az a Tora szerint él, az olvasni fogja, az meg fogja tudni, mert meg akarja tudni. Báványimádás, varázslás. Mi a varázslás? Biztos nem az, hogy egy pálcával a konyhába egy edény fölött körözgetek egy kemény kalapban.
Valahol le kell, hogy legyen írva ez. Mi a bálványimenás? Le van írva a Torában. Varázslás. Tora. Ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, harag, patvarkodás, visszavonás, pártütés, irítség, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás. Ezekhez hasonlók. Mind a Torában meg van határozva. A dobzódó, részegeskedő, valakinek ilyen fia van. Mi a teendője? Elviszi a gyülekezethez. Elmondja, hogy ez ilyen. Kiviszik a táboron kívülre, megkövezik, ha nem áll be a sorba. Mindezek le vannak írva a Torában. Valaki nem olvassa, nem tudja. Nem azt mondom, hogy vigye ki a fiát, valaki kövezze meg. Másik a rendszer. Nem élünk azon a földön, nincsen meg az infrastruktúra, meg a létesítmények, hogy ez meg lehessen. A lényeg az, hogy tudni kell a szabályokat, hogy aztán segíthessünk ezeknek az embereknek. A lélek mindig a törvényhez fog visszavinni minket. Melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Elohim országának örökösei nem lesznek. Pont! Aki így él, az nem lesz benne. Miért? Azért, mert a test a lélek ellen, a lélek pedig a test ellen harcol. A lélek, akit a lélek vezet, az tudni fogja, hogy mi a törvény, és az nem lesz alatta. Persze, hogy a hit, a szeretet és a lélek fontosabb, mint a törvény gépies követése. Ez az, amit szembeállít Saul. Itt nem a törvény van szembeállítva a mondogatással, a hitből és a hit nélküli törvénykövetés van szembeállítva. De a léleknek gyümölcse ezek. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hit vagy hűség, pisztész, szerítség, mértékletesség. Ez mind a lélek gyümölcse. Ilyenek ellen nincs törvény. Ezek szerint van törvény, csak ilyenek ellen nincs. Nem azt mondja, hogy nincs törvény. Azt mondja, hogy ilyenek ellen nincs törvény. Többi ellen van törvény. Házasságtörés ellen például van törvény. Egy férfinek lehet több felesége, egy nőnek nem lehet több férje. Házasságtörés csak férjes asszonyon lehet elkövetni. Aki nem ismeri a törvényt, az csak mondogatja azt, amit a világ mond, fogalma sincs arról, hogy mi a paráznaság. Mi a bujálkodás. Mi a tisztátalanság. Ezek ellen van törvény. Ezeket érdemes ismerni, és akkor úgy tud élni majd az ember a törvények szerint. Aki pedig masiáké, testet megfeszítették indulataival és kívánsággal együtt. Amiről itt Saul beszél. Még régen a test által élt, még mikor a testben voltunk, ugye ekkor még így élt, azonban Mássiák eljövetelével megfeszítették már azt, és nem élnek az indulataival és a kívánságaival. A bűnök indulatai a törvény által halált hoznak. Ezekről beszél. Megfeszítik azokat az indulatokat. A lélek szerint élünk, a lélek szerint is járjunk, a test nem tud a lélek szerint járni. Ketté kell választani a kettőt, és az ember a Ruach HaKodes vezetésével fog élni, és akkor fog eljutni oda, ahova mindenki szeretne. Ne legyünk hiú, dicsőség kívánok, azaz ne azért csináljuk, hogy mit gondolnak a többiek rólunk, mint a farizeusok. Egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Szépen, türelmesen segítsünk egymásnak. Értsük meg azt, hogy mindenki más fázisában van ennek az útnak, az ismereteknek, mindenki más útelágazódásnál jár. Szépen segítsük egymást, hogy előre jussanak, nem pedig arról van szó, hogy ingereljük egymást, vagy pedig irigykedjünk, hogy ő így, vagy ő úgy, vagy ő amúgy. Úgyhogy erről beszél itt Saul. Tulajdonképpen egyértelművé teszi, hogy a test és a lélek szembenállításáról beszél. Nem a lélek és a törvény szemben. A törvény nem a test. Ezt érti mindenki, remélem. A törvény nem a testet jelenti. A törvény a lelket jelenti. A bűn jelenti a testet. A bűn a törvény által válik nyilvánvalóvá. Galatákhoz 5-ös fejezet, ugyanúgy, ahogy az összes többi, nem arról szól, hogy nekünk nem kell a Tora szerint élni. Galatákhoz 5-ös fejezet arról szól, hogy a hit jön először, és a szeretet fog munkálkodni utána az emberben, a Ruach HaKodes irányításával, és az vezeti majd el az embert a Tora megértésére. Arra a megértésre, hogy hogyan lehet a Tora szerint élni a valóságban. Jehukanon 17:17 így szól, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Az ő szava mindig is igazság lesz. Hogyha mindig is igazság láthattuk, ahogyan az elején megnéztük Jesiáhu 55:10-esben, hogy az ő szava örökké az lesz. Az ő igazsága örökké igazság. Az ő szava az igazság.
Ez az, ami szerint nekünk élnünk kellene. Erről beszél Saul. Vagy GPS-en csinálod a Torát, a hozzáadott törvényekkel, mint a farizeusok, az állatáldozatokkal, csak azért, mert muszáj, mert leírta, vagy pedig megérted azt, hogy ez az ő akarata, ő ebben leli gyönyörűségét. Ha azt látja, hogy valaki keresi az ő szavát, az ő akaratát, úgy próbál élni, még akkor is, ha nem működik neki teljesen. Tudom, hogy nem fog, hogy nem járok tökéletesen az úton. És tudom azt is, hogy valószínűleg nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán a közelébe jutnak. A lényeg nem ez. A lényeg az, hogy próbálkozunk úgy élni. Ez az, amit ő akar. Mindörökké lesz az ő szava. Két út van az ember előtt. A széles út, mely a tágas kapuhoz vezet, és a keskeny út, mely a szűk kapuhoz vezet. És a keskeny út, mely a szűk kapuhoz vezet, tetszik vagy sem, elkerülhetetlen lesz, hogy az ember megváltoztassa az életvitelét. És ehhez az instrukciók a Torában vannak megfogalmazva. És Saul pontosan ezt mondja. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!